Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Ideje mesét mondani, gyerekek. Nézzük, hova ment ma Gályú. A mai mesénk címe Gályú az óvodában. Ez volt Gályú első napja, és egy picit ideges volt. Nem akarok menni, anya! Veled akarok maradni! Ahogy én is, Gályú, de tudod, anyának dolgoznia kell. És az óvoda jó is lehet. Hallod? Jó napot, Ann Martin vagyok, az óvónő. És biztos te vagy Gályú. Gályú félt és szégyenlős volt. Nekem most mennem kell, kicsim. Visszajövök, Gályú. Ne szomorkodj. De még Gályú anyukája is szomorú volt, hogy ott kellett hagyni a Gályút. Tessék, Gályú, így áll egy kis almalevet. Szeretnéd, hogy bemutassalak a többieknek? Rendben. Majd, ha megittad az almalevet. Hé, hey, azok az én legóim. Az anyukád elment. Szia! Én Clementine vagyok. És te? Gályú. Ő Liu. Nem szeret osztozkodni. Akarsz játszani? Én formákat vágok. Nézd! Ez egy alma, egy banán, és ez mazsolás túszt. De nem lehet megenni őket, nem igaziak. Tetszik az óvoda? Jobban szeretek a nagyinál lenni. Ő vigyáz rád, amikor a szüleid nem érnek rá. Ő festő, és nála játszhatok festékkel, ecsetekkel, papírral, krétával és sok színes ceruzával. Ez mind van itt is. Hűha! Azt hiszem, festek egy madarat. Én pedig vágok neki ennivalót. Kukacokat! Szép kis madárka. Megtanítanál ilyen szépen festeni? Persze, Liu. Ha te is megtanítasz minket kastélyt építeni. A kastélyoknak sok tornya van. A kukacnak kanyargósnak kell lennie. A madárnak pedig szép pirosnak. Tessék, Liu, a kastély zászlóját te csináld meg! Gályú! Ezt a tornyot még tovább kell építeni, még magasabbra. Gályú annyira élvezte a játékot, hogy észre se vette az anyukáját és az apukáját. Nézzétek, kastélyt építek! Gyertek, meseidő van, gyerekek! Gályú nem tűnik túl boldognak. Vajon miért? A mai mesénk címe Gályú beáll a cirkuszba. Hú! Hey! Gilbert, egy tigrisről álmodtam. Elvisz ma a cirkuszba. Megígérte. Teljesen egyedül fogok felöltözni.
Apa annyira örülni fog neki. Apa! Ó! Ó! Jaj, ne! Elfelejtettem fogat mosni. Nézd! Teljesen egyedül öltöztem fel. Ó, azt látom. És nagyon ügyes voltál. De még korán van. Nem akarok elkésni a cirkuszból. A cirkuszból? Nem, Kájú, az nem ma lesz. A cirkusz csak holnap nyit. Nem, nem, ma van. Fel is öltöztem. Ma van. Gyere, Kájú, menjünk le és csináljunk reggelit. Nem, nem akarok. Kájúnak nagyon elromlott a kedve, amiért nem mehetett a cirkuszba. Kájú, hagyd ezt abba! Felébresztetted Rozit. Gyere le a földszintre, most rögtön. Még Kájú apukája is kezdett dühös lenni. Miért nem mehetek a cirkuszba? Menni akarok a cirkuszba! Csináljunk szendvicset. Kacsa formára vágjuk, ahogyan a nagyi. Nem! Én nem akarok kacsákat csinálni. Az gyerekeknek való. Rendben. Egy cirkuszi reggeli tetszene? A szendvicsek lehetnének cirkuszi állatok főtt tojással. De várjunk csak! Valamit elfelejtettünk. Valamit, amit az állatok előtt kell csinálni. Vajon mi lehet az? A parádé! A cirkuszi parádé! Hát persze, ez az! Hozom a tojást! Oh! Oh! Szólhattál volna, hogy fel akarod ütni. Nem az én hibám. Tudom, Kájú. Senki sem hibás. Egyszerű baleset volt. Apa, a szendvicsek! Forró, forró, forró! Au, au, au. Felléphetnél a cirkuszban, apa. Ügyes zsonglőr vagy. És Rozi lehetne a bohót. Mi a hét? A cirkuszban vagyunk. Szeretnél parádézni velünk, anya? Ó, te leszel az a néni, aki lovagolni szokott. Nem hiszem, szívem. Azt hiszem, az a néni leszek, aki visszafekszik az ágyba. Meseidő van, gyerekek. Ez még akkor történt, amikor Kájú csak 3 éves volt. A mai mesénk címe Kájú fél a sötétben. Jó éjszakát, Kájú. Álmodj szépeket. Aludj jól, és ne hagyd, hogy a bogarak bántsanak. Rendben. Jól vagyok, nincsenek is bogarak. Gonosz bogarak! Anya! Mi a baj, Kájú? A bogarak! Látod? Eltűntek. Csak árnyékok voltak. És mi lesz a kapirgáló szörnyel? Én nem hallok semmit. De van itt egy kapirgáló szörny. Mindig kapar valahol. Elhiszem, hogy talán hallottál valamit. De nem kell félni a szörnyektől. Tudod miért nem? Mert szörnyek nem léteznek. Csak a képzeletedben. Jó ét, kicsim. Nem félek a szörnytől. Nem félek a szörnytől. Semmi baj, Kájú. Ez csak a játékot, Snacky. Igen, de volt itt egy repülő szörny, és a kapirgáló szörny is a szobámban van. Talán csak azt hitted, hogy hallottál valamit. Nem találok semmit. De a kapirgáló szörny ezt csinálta.
Próbáld a zenedobozt hallgatni, az kellemes hangokat ad, amíg alszol. Jó ét, Caillou. Széltől a faágak nekiverődtek az ablaknak. Ez adta az ijesztő hangokat. Látod, kicsim? Előfordul, hogy a hétköznapi dolgok ijesztőek. Akkor a kapirgáló szörny csak a fa volt? Oh. Nézzétek, a kapirgáló szörny! Ez nem is szörny volt, hanem Gilbert. Ez a macska? Most már nyugodtan alhatsz, kicsim. A maci segít majd. Remélem, nem lesz több ijesztő hang. Teddy biztos előzi az ijesztő hangokat, és többet nem hallod őket. Jó ét, jó ét, Caillou! Mi a baj, gyerekek? A barátaink megígérték, hogy eljönnek, de nincsenek. Amíg várunk rájuk, mesélek nektek. Nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou barátai. Caillou nagyon sajnálta magát. Valami baj van, Caillou? Szomorúnak tűnsz? Nincs senki, akivel játszhatnék. Nincsenek barátai? Nem. Nincsenek. Abban a pillanatban Caillou komolyan úgy gondolta, hogy nincsenek barátai, és ettől még szomorúbb és magányosabb lett. Biztosan van néhány barátod? Lássuk, találunk-e egyet? Mi a helyzet például Clementine-nal? Clementine imádja a cukrot. Kérhetek? Nem. Jól van. Kérsz? Jaj, ne! Összegyűjtöm a sárgákat egy sorba. Caillou, az a cukor a földön volt, nehogy megedd! Várj csak, nálam van még. Ezek tiszták. Nos, ez már egy barát. Van más is? Én nem hiszem. Lássuk csak. Mi a helyzet például Leóval? Leó vicces. Mi olyan vicces, gyerekek? Semmi, anya. Nos, ez már két barát. Van még más is? Nincs. Komolyan? Na és Gilbert? Ő nem a barátod? De! Caillou elfelejtette Gilbertet. Természetes, hogy ő is a barátja volt. Igen, Gilbert, a barátom vagy! Caillou sokkal-sokkal boldogabb lett. Először azt hitte, hogy nincsenek barátai. Most arra kiderült, hogy három is van. És most, hogy tudta, hogy van három barátja, Caillou azon gondolkodott, hogy van-e még több is. Rosie a húgom nagy, de egyben a barátom is. Ahogy mondod. Caillou! Jó napot, szomszédok! Jó napot, Hinkle bácsi! Hinkle bácsi is a barátom. Sok barátom van, ugye, nagymama? Igen, ahogy mondod. Nézd csak, kik jönnek. Anya és apa! Anya, apa, a barátaim vagytok, ahogy Rosie, Gilbert, Hinkle bácsi, Clementine és Leo is. Ők mind a barátaid? Igen. Nem felejtettél el valakit? Ő, te! Te is a barátom vagy, nagymama. Remélem, ettől jobban leszel. Meseidő van. Három évesen Caillounak egyszer nagyon fájt a füle.
A mai mesénk címe pedig Caillou elmegy az orvoshoz. Nem akarok bemenni az orvoshoz, anya. Miért nem, Caillou? Az orvos bántani fog. Már sokkal jobban vagy, most nem fog fájni. Caillou, a doktornő már vár téged. Gyere szépen, Caillou, a doktornéni kedves. De én nem szeretem. A dinoszauruszom meg fogja harapni. Caillou. Szia, Caillou. Örülök, hogy újra látlak. Nézzük csak, hogy van a füled. Vizsgáljuk meg. Ne! A dinoszauruszom meg fogja harapni. Ó, tehát a dinoszauruszod nem örül nekem. Zavarná, ha belenéznék a füledbe? Legutóbb, amikor Caillou a doktornéninél volt, nagyon fájt a füle. Szóval, ha jól látom, ez az, ami zavar. Fáj, amikor bedugja a fülembe. Szeretnél belenézni, Caillou? Nagyon érdekes. Rendben. Nos, belenézhetek a füledbe? Már jobban vagy, nem fog fájni, mint legutóbb. Rendben. Nagyon szépen gyógyulsz. Egy-két nap, és minden rendben lesz. Jaj, ne! Nem fog megharapni, ugye? Ó, értem már. Azt szeretnéd, ha az ő fülét is megvizsgálnám. Igen. A megfelelő kezelésben részesítette Caillou főorvos úr. Szép munka, főorvos úr. A dinoszaurusza sokkal jobban van. Mikor Caillou főorvos úr hazaért, alig várta, hogy találjon valakit, akinek fáj a füle. Vicces füled van, Gilbert! Bele akarok nézni a füledbe! Ez a történet tetszeni fog. Szabad lesz. És most nézzük, hogy mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou a nagy testvér. Az egész akkor történt, amikor Caillou nagyon kicsi volt, nagyjából 2,5 éves. Lesz egy kis húgom, mama. Nem sokára, Caillou. Holnap bemegyek a kórházba, és a nagyi fog rád vigyázni. Pár nappal később Caillou nagyon izgatott volt, hisz első találkozását várta Rosie-val. Anya itt van! Apa itt van! Megjöttünk! Mind a hárman! Köszönjük is húgodnak, Caillou. Ő itt, Rosie. Caillou nem tudta, hogy szereti-e Rosie-t. Ó, milyen gyönyörű! Egyszerűen elragadó! Hát nem imádni való. Ő az én kislányom. Rosie nem volt túl boldog, ahogy Caillou sem. Senki sem figyelt rá. Úgy érezte, csak Rosie-val foglalkoznak. Caillou olyan szomorú volt, hogy már a babáját sem szerette. –
Szeretnéd ringatni, Caillou? Nem. Caillou úgy érezte, nem kedveli Rosie-t. Rendben. Talán később. Caillou apukája nem örült, hogy Caillou megcsípte Rosie-t. Caillou, miért csináltad ezt vele? Nem szeretem Rosie-t. De miért nem? Rosie nem játszik velem. Hisz csak egy baba. Még túl kicsi ahhoz, hogy játszom veled. Nem könnyű idősebbnek lenni, ugye? De mivel te vagy az idősebb, meg tudod védeni Rosie-t, hisz ő olyan kicsi. Például segíthetnél nekem. Ezt nem tudom egyedül megcsinálni. Caillou, ide adnád a pelenkát? Te is elhanyagolva érzed magad mostanában, ugye, Gilbert? Jobban vagy? Igen, segítettem apának. Szeretnéd megfogni? Igen, anya. Vigyázz a fejére. Mi az, Caillou? Rosie-nak jó illata van.